első lépésként letöltjük a trolling tárcát, telepítjük, majd ezután összekötjük a social decentralizált váltóval. A trolling tárcát nagyon egyszerűen elérjük, beírjuk a öngészőbe, hogy trolling, majd a trolling.org-ra kattintva. Ezen az oldalon kiválasztjuk, hogy milyen eszközön, milyen szeretnénk letölteni a trolling tárcánkat. Letölthetjük Androidos eszközre, iOS, vagyis Apple eszközre. De én most a laptopomon csinálom, egyszerűen a Chrome böngészőben fogom letölteni, és átmegyünk a Chrome webáruházba, ahol, ahol a trollinket, mint bővítményt mint hozzá tudjuk adni a Chrome böngészőhöz. Nekem ez már hozzá van adva, és nem akartam eltávolítani már a chrome tehát de nyugodtan adjátok hozzá a Chrome böngészőhöz. Miután hozzáadtátok, akkor itt fogjátok megtalálni, ha esetleg nem látszik itt fent a, a bővítmények között. Itt a bővítmények ikonra kattintva megkeresitek a Tron linket, és kitűzitek ezzel a kombos tűvel bővítmények közé, és a bővítmények között is tudjátok húzogatni, oda, oda teszitek, hova szeretnétek, én várakom ide előre, mert én sokat használom. Ezek után megnyitjátok a trolling tárcát, és és titeket egy olyan felület fog fogadni, hogy a jelszót kell, hogy adjatok hozzá. Ez a jelszó kimondottan csak azt a célt szolgálja, hogy amelyik eszközre letöltöttétek a trolling tárcát, azon az eszközön, ebben a jelszóval nagyon egyszerűen be tudtok lépni a tárcába. Miután ez megtörtént, kell adnotok a tárcának egy nevet. Egyszerűen azt adom, hogy test, social swap így létrehozzuk a tárcát a Create wallet -tal. Ezután nektek fel fog dobni 12 darab szót, amit nekem is mindjárt, amit majd itt látni fogtok nálam is. Fel fog dobni nektek 12 szót, de el is megyek oda, de mivel nekem már megvan a tárcám, ezért nekem más útvonalon kell mennem. De így is van megjelenik, a 12 szavatok. Ez a legfontosabb ezen a tárcán belül, hogy ezt a 12 szót jól mentsétek le, jól tároljátok el. Semmiféleképpen ne a számítógépen, semmiféleképpen ne digitálisan, vagy, vagy ne is fényképezzétek le, egyszerűen papír, ceruza, vagy egy kis notezba beírjátok, és jól rakjátok el, hiszen ezzel ez a 12 szóval bárhol a világon, bármelyik trón tárcába vissza tudjátok állítani a trón tárcátoknak a tartalmát ebből értelemszerűen az is következik, hogyha valaki megszerzi ezt a 12 szót tőletek, akkor le tudja emelni a tron lévő kriptovalutákat, hiszen átimportálja a saját tárcájába, és onnan pedig kiküldi máshová, és egyszerűen ellopja, ellopja a, kripto, a kriptotokat a tárcából. Szóval ezt jól, jól őrizzétek meg ezt a 12 szót. Én ezt most lemásolom, hiszen ezt a tárcát nem fogom semmi másra használni, csak a videó csinálom meg ugye lemásoltam, és nektek valószínűleg sorba kell majd rakni ezt a 12 szót, ezzel ellenőrzi, ezzel ellenőrzi le a rendszer, hogy tényleg leírtátok ki ezt a 12 szót. Nekem vagy, vagy egy ilyen felület fogad be, nem tudom most újabban, hogy van. Nekem a 12. szót kéri, ez az Apology-t kiválasztom. Next, utána a 9. szót, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mimik, majd a nyolcadik szót. Az pedig a mimik előtt lesz, hogy így zárt. Oké. Okay. Ezzel készen is van a tárca. Titeket egy ilyen felület fogad. Ezen a felületen itt található a tárca címetek. De itt le tudjátok másolni ezzel a gombbal, tárcsátok. Vagy kattintatok a TRX ikonra, és a Receive gombra kattintva is megtaláljátok a tárca címeteket, amit itt le is tudtok másolni. Ezután ezt a tárcát feltöltitek 50 trónnal, de legjobb, ha mindjárt 100 trónt töltetek rá, hiszen ha összekötöttétek a Social swap és ott stékelni szeretnétek, akkor így is úgy is kell, hogy legyen a tárcátokban trón. Tehát töltsétek fel 100 trónnal, ahhoz, hogy összekötődjön a Social Swap decentralizált váltóval, ahhoz minimum 50 trón kell rá. A Social Swap váltónak az ajánlói linkjét, azt megtaláljátok a videó alatt. És a váltó automatikusan felismeri a tárca. címeteket fedulik egy pop-up ablak, és a blockchain kéri, hogy ezt a tranzakciót erősítsétek meg. Én ezt most nem tudom megtenni, hiszen a tárcámban nincs trón. Ha nektek van trón, erősítsétek meg, és ezzel automatikusan összeködődött a trón tárcátok a social sub decentralizált váltóval, és ezzel készen is vagyunk.